Kiemelkedő tanulmányi és sporttevékenységük elismeréseként két most már volt tökölis diák vehetett át kitüntetést szeptember 2-án a Városnapján. Visszatekintettünk velük az iskolában töltött évekre, a különféle versenyekre való felkészülési technikáról is érdeklődtem, valamint természetesen a sportról is beszélgettünk. Victoria kitűnő tanuló. Az elmúlt tanévben 9 dicséretben részesült, a ballagáson megkapta a tököli plakettet. A bójai egyéni matematika verseny megyei 10. helyzetje, az anyanyelvi csapatversenyben megyei 7. A lángész kerestetik országos 3. helyezettje, az atlétika kisférségi verseny győztese. Városi kitüntetést vehettél át többek között a verseny eredményeid miatt. Szerinted mi a jó taktika arra, hogy valaki jól felkészüljön hasonló versenyekre, mint amilyeneken te szerepeltél? Hát az, hogy ne egyszerre tanuljon meg mindent, és egyszerre csak kevesebbet gyakoroljon, és tanártól is kérjen segítséget, vagy bárkitől. És hogyha valamit nem tud, akkor azt azért nem magától, vagy nem magától várja, hogy tudjon segíteni, vagy szerintem ne is az internettől, mert azért ott is egy csomó hamis információ van, és inkább tanártól kérjen segítséget, vagy olyanoktól, akik jártasak abban, amiből éppen versenyezni fog. Te maga biztos voltál ezeken a versenyeken, vagy volt benned drukk? Nem voltam teljesen magabiztos, mert szerintem egy kicsikét ahhoz izgulni kell, de csak egy nagyon picikét, hogy jól teljesítsünk. Hogyha teljesen nyugodtak vagyunk, akkor szerintem le is blokkolhat az agyunk, és én ezt nem szeretném, hogy megtörténjen. Fontos az, hogy a versenyeken jól teljesítsen az ember. Te mennyire vagy maximalista? Én szerintem nagyon maximalista vagyok, mert én mindig az 5-ösre hajtok, és nem szeretem a rossz jegyeket. És ha esetleg rossz jegyet kapsz, vagy maga egy verseny nem úgy sikerül, ahogy te szeretnéd, azon hamar túllendülsz? Nem igazán. Inkább el kell terelnem róla a figyelmemet, és akkor egy idő után elfelejtem. Mik azok a területek, amikről gyűjtögetted a versenyeredményeket? A matematika, az angol és az atlétika. Akkor innen adódik a kérdés, most egy kicsit még eltekintünk a sporttól, melyik a kedvenc tantárgyad? Az angol, és most ami újabban bejött a francia. Nagyon szeretek nyelveket tanulni, és a matematikát is szeretem, mert inkább reál beállítottságú vagyok. Mert hiszen, ha jól tudom, a fazekasba jársz, francia tagozatra. Hogy tetszik ez az idegen nyelv? Szerintem egyesek szerint a francia nagyon szép nyelv. Ez tényleg igaz, vannak benne nagyon szép szavak és nagyon szép kifejezések, viszont vannak benne vicces szavak is, és ez is színesebbé teszi a francia nyelv tanulását, ami szerintem nagyon jó. Az atlétika hogy jött az életedbe? Jó voltam tesi órán, és ezért a tanárom néha elküldött atlétika versenyre. Hát én nem igazán szerettem, de azért hát sportolni szeretek, és így szívesen elmentem. Melyik a kedvenc sportágad? A kosárlabda, mert ez egy csapatjáték, és én nagyon szeretek csapatban játszani. És nagyon sok barátom is van, akivel tudok kosárlabdázni a szabadidőmben is, és tesi órán is. Ha már említetted a szabadidődet, egyébként, amikor még van szabadidőd, mit csinálsz szívesen? Van egy öcsém, és általában vele vagyok, sétálunk az utcán, vagy játszunk valamit, legózunk például, azt nagyon szereti, vagy megnézek egy filmet, azt általában anyukámmal, mert ő szokott mindig előjönni újabb filmekkel. És milyen további terveid vannak? Akár ilyen átlagos kérdés, mi leszel, ha nagy leszel? Egyelőre nem tudom, szerintem a francia nyelvvel szeretnék foglalkozni, vagy kint Franciaországban valamilyen jó állást szeretnék keresni.
A Tököliből szeptember 2-án még egy diák, Dancs Márton is kitüntetést kapott. Márton tanulmányi eredménye kitűnő. A Nemzetközi Kenguru Matematika versenyen az előző tanévben megyei 6., idén a Bolyai Magyar Csapat versenyen megyei 10. Úszóként a vidékbajnokságon a 200 méteres mell és az 50 méter pillangó úszás győztese. Az országos gyermekbajnokságon a 100 méteres mellúszás 5., a 200 mell 6. helyezettje. Te is városi kitüntetést vehettél át a város napján, többek között a verseny eredményeid miatt. Hogy emlékszel vissza a tökölis évekre? Jó volt, szerettem oda járni. Hangulatos szerintem az iskola, és a tanárok is jók. Milyen verseny eredményeid vannak? Tanulmányi vagy tanulmányi. Matematika versenyről voltak eredményeim. Például azt hiszem 8. voltam megyei 6. Erre vagy a legbüszkébb? Igen. Az úszás, mert hogy abban is kiemelkedő a teljesítményed, azt mikor kezdted? Első osztályban kezdtem, idén januárban lesz 8 éve, hogy versenyszerűen úszok. Honnan lehet jól felkészülni? Tanári segítség szerintem nagyon fontos, mert az jó, hogyha egy felnőttel tudja magyarázni a gyereknek, hogyha esetleg nem ért valamit. Milyen további terveid vannak a jövőre? Mi leszel, ha nagy leszel? Hát erre most még nem nagyon tudok választ adni. Az angollal vannak-e további terveid, vagy komolyabb terveid? Hát letettem a középfokú nyelvvizsgámat, egyelőre még más nem nagyon van. És majd szeretnék persze érettségizni belőle. És az úszás, azt mennyire komolyan szeretnéd folytatni, vagy megfér a kettő együtt? Egyelőre megfér. A továbbiakban meg majd még meglátom, hogy hogy lesz. Az érzelmekben hogy élted meg ezeket a versenyeket? Most visszatekintünk egy kicsit a tököli időkre, hogy nagyon izgultál, vagy stresszes voltál, vagy te jól kezelted ezeket a helyzeteket? Sose voltam stresszes tanulmányi verseny miatt, mert az úszó versenyeken már megszoktam a stressz helyzetet, így sose voltam stresszes. Igazgató urat pedig arról kérdeztük, hogy milyen lehetőségeik vannak a kiemelkedő képességű gyerekeknek a kibontakozásra. Hát ha áttekintem a mi tevékenységünket, illetve hogy most először is visszagondolok gyorsan a pedagógiai programba, ugye nálunk is kiemelten szerepel a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás, mind a kettő nagyon lényeges dolog. A tehetséggondozás azért nagyon lényeges, mert mi 450, több mint 450-en vagyunk egy pár fővel meghaladva a létszámot. Tényleg a gyerekeknek a jelentős része részt vesz tehetséggondozásban olyan szinten, hogy a meghirdetett országos, illetve helyi versenyeken rendszeres résztvevők. Na most ez nem csak felső tagozat, ez már alsó tagozatok kezdődően működik, és ez a tehetséggondozás, ez olyan szinten fejlődik, hogy egész nagy tömegeket mozgatunk meg ebbe. Hát ha, és én mindig szoktam mondani ilyenkor, hogy érdemes végigtekinteni a júniusban lezajlandó győztesek köszöntését, amikor az a 134 gyerek vagy 140 gyerek itt kiáll a tömeg elé, és akkor tudjuk őket köszönteni, mert hogy nagyon jó helyezést értek el. Ami nekem a elmúlt években, és ez körülbelül egy olyan 10 éve most már azt tudom mondani, hogy tendencia, hogy egyensúlyban van a tanulmányi verseny, és egyensúlyba került a sportversenye. Valahogy mindig eddig az előtti évek, évtizedek során elsősorban verseny alatt mindig a tanulmányi versenyeket értettük, és a sport az valahogy úgy a futottak még kategóriá volt. Nálunk ez teljesen egyensúlyba került, és ha megnézem az elmúlt években kitüntetett tanulóinkat, akár most az elmúlt évben, szeptemberben, ugye szeptemberben kitüntetett tanulókat is, megnéz, utána néztem, szinte egyenlő arányban van az eredmények között nagyon jelentős országos megyei tanulmányi verseny, matematikától megindítva magyar, bolyai lehetne felsorolni,
Szembe, párhuzamosan vele úszóverseny, futóverseny, atlétikaverseny, foci, tehát ezek azt gondolom egyenlő arányba képviselő. Ez én nagyon fontosnak tartom, mert nem egyoldalú a tehetséggondozás, hanem nagyon sokrétű, és én ebben itt szeretném megköszönni egyrészt a kollégáim munkáját, szeretném a tanulóknak a hozzáállást, és szeretném a szülőknek a segítségét is, mert ez egyébként, minden, ha megnézem, minden alkalommal egy nagyon jelentős szülői bátorításos szülői segítséget tudok.